Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Zubkó Gábor urat, az Európai Bizottság magyarországi képviselet vezetőjét, és nagyon köszönjük és nagyon örülünk, hogy elfogadta az Eszterházy Károly Egyetem meghívását, hogy előadást tartson számunkra az Európai Unió jövőjéről. Így köszöntöm, mert engedjenek meg egy személyes indítatású bevezetést. 2000-ben jártam egy tanulmányúton Hollandiában, és nem sokkal azelőtt váltottak a holland gulden forintról az euró bevezetésére, és irigykedve néztem őket, kérdezték tőlem, hogy na Magyarországon mikor lesz euró, és akkoriban azt jósolták, hogy körülbelül 2006-ban. Hát most 2020-at írunk, és bizonyára sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon jó az nekünk, ha van euró fizetőeszközként Magyarországon, vagy az euró a fizetőeszköz, vagy a forint a jó. Sok felmerülő kérdés van még ezen túl is bennünk az EU-val kapcsolatban, például olyanok, én biztos vagyok benne, hogy önökben is, és az egyetem minden polgárában, nem csak bennem, hogy hatékonyan tudjuk-e felhasználni az EU-s forrásokat. Egy képviseletvezető úr egyszer egy nyilatkozatában azt mondta, vagy interjújában, hogy a 2021-27-es finanszírozási ciklusban egy sok olyan felhasználást terveznek, amely sokkal inkább zöldebb, okosabb és kapcsolatteremtőbb Európa megteremtését vagy fejlesztését célozza. Mindeközben látjuk azt is a médiában, hogy a kapcsolatteremtés az nem mindig olyan harmonikus, és az egyetértés nem mindig olyan harmonikus az európai országok vezetői között. Nagyon kíváncsian várjuk az előadását, biztatom a hallgatóinkat arra, hogy értőn, kérdőn figyeljék, és bízom benne, hogy sok más kérdésre is választ kapunk majd az előadás alkalmával. Köszönöm még egyszer, és átadom a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm a megtisztelő meghívást, megköszönöm a meghívást rektorasszonynak, elnök úrnak, és köszönöm a szervezést a Heves megyei Európai European Direct, Európa Direct, hogy mondjuk szépen magyarul, információs irodának. És nagy örömmel jövök vissza ide az egyetemre, nem először vagyok itt. Arra kértek egy kicsit, hogy beszéljek az Európai Unió jövőjéről, Európa kihívásairól, és hogy milyen válaszokat próbálunk találni ezekre a kihívásokra. Valóban egy kihívásos környezetben élünk, és mindig megkérdezik tőlem, felmerül a kérdés, hogy mennyivel előnyösebb, hogyha erre egy közösségként próbáljuk megtalálni a választ. Tehát erre próbálok majd néhány választ felvillantani, és természetesen próbálok majd az önök kérdése is válaszolni, hogy úgy alakítjuk, hogy legyen idő a kérdéseknek a megválaszolására is. Az Európai Unió ma. Picit nézzünk rá Európára, kicsit, hogy mondja, madártávlatból, vagy még messzebbről is. A világ legnagyobb egységes piaca, a második leggyakrabban használt pénzneme, egy rendkívül hatékony kutatási fejlesztési programot menedzsel. Amikor az uniós tagországok egyetértenek valamiben, akkor igen hatékonyan tudnak fellépni a nemzetközi porondon. Ezt persze egyet kell érteniük, mert az uniós külpolitika az egyhangúságon alapul, de az elmúlt napokban is azt gondolom rendkívül fontos közös döntéseket hoztak meg nemzetközi kérdésekben. És aktívan együttműködik közvetlen partnereivel. Azt gondolom, hogy kulcs szerepet játszik a térség problémának megoldásában, a stabilitásában, vagy akár a bővítési tárgyalásokon keresztül majdani tagok felkészítésében.
És hát vannak elszervezetek, amelyek igen gyakran szeretnek ilyen agregát mutatók alapján különböző kérdésekre választ adni. Most ennek részletében nem megyünk bele, de hogyha globálisan nézzük rá, Európában az egyik legmagasabb az életminőség globális szinten is, összehasonlítható Észak-Amerikával, vagy Ausztráliával, vagy Japánnal. A föld legbékésebb országai, ez egy külön mutató, sok szempont alapján, bűnözési szén, nemzetközi konfliktusok és a többi börtönpopuláció. Az európai ország a föld legbékésebb országai közé tartoznak. Itt néhány olyan ország is ezek közé tartozik, hogy még a gazdasági fejlettségben nem ott tart, de Európára ez is érvényes. A föld legbékésebb országai közé tartoznak. Amikor nézzük a világ leginnovatívabb országait, ott is számos Európai Uniós tagország, nagyjából a fele az első tíznek uniós tagország. Tehát azt mondhatjuk, hogyha nem is minden nap érezzük, mert hát tele vagyunk kihívásokkal, nagyon jó helyen lakunk. Európa egy jó hely. Békés, stabil, globális szinten jó életminőség, törekvés az innovatívabb megoldásokra. Azt mondhatnánk, hogy hát nagyon szép időszakban élünk, ami így is van, de hát tele van kihívásokkal az időszak. Nem beszélve az elmúlt egy év kihívásairól, de egyébként is. Tehát higgyük el azt, még ha mindennapjaink nem is mindig ezt mutatják, hogy egy jó helyen élünk, Európa egy jó hely, de elnézést, át fogok lépni egy-két diát, de azért bőven vannak kihívások. Nézzünk rá például a demográfiára. Európa népességének aránya 1900-ban a föld népességének 25%-a volt. Ez 2060-ra 4% lesz. Ebből is következik kihívás, de átlag életkor is jelez valamit, de most ez egy olyan ábra, ami azt mutatja be, itt vagyunk ma, Ázsia van zölddel, Afrika van az piros kis kockával, alatta a többi földrész, hogy fog alakulni egyes földrészek népessége, mondjuk mától 2100-ig. Ha ránézünk erre a dinamikára, jól látható ebből, hogy például Ázsia népessége elkezd majdan stagnálni, de Afrikáé dinamikusan növekszik. Ha különböző szereplők vagy földrészek, itt több mindent hasonlít össze, tehát nagyobb országok és Európa, fölül kékkel Egyesült Államok, piros Európa, zöld Kína, lila India, szaggatott a egyéb, időszámításunk szerint, vagy Krisztus születése szerint től, 2060-ig a gazdasági termelés arányában, a világ gazdasági termelésének arányában különböző szereplőknél. Jól látszik, hogy 1800-as években Európa topon, a függőleges vonal az nagyjából a mai nap, és arányaiban Európa részesedése, hogy alakul majd a globális gazdasági termelésben. Nem azt jelenti, hogy Európa gazdasági termelése csökken, növekedni fog. A többiekéhez képest mennyi lesz a világ összgazdasági termelése arányában. Itt látjuk a jóslatot zöldben Kínára, és a világra Indiára. Ez egy kicsit következik egyébként a demográfiai arányokból is. Hogy kicsit lefessük a környezetet. Ebből nem következik semmi negatív vagy pozitív, hanem elgondolkodtathat minket, hogy milyen lehet Európa globális szerepe, befolyása egy egyébként is globalizálódó környezetben, hogyha a többi szereplőnek így alakul mondjuk a gazdasági vagy demográfiai szerepe. És ide egy ábra jöhetett volna a klímaváltozásról, vagy a hőmérséklet alakulásáról, ezt csak felvetettem, hogy nem csak gazdaság és demográfia van, hanem a környezetünk alakulása is, erről most részletesebben nem fogok beszélni, de ezzel is szembesülünk. Tehát egy környezetben helyezzük el a kihívásainkat. Több hallgató is van itt közöttünk, akinek megköszönöm a részvételt. Tudom, hogy mazgban nehezebb interaktivitást kialakítani, de azért kérem önöket, hogy akár ilyen, hogy mondjam, rövid bekiabálással is. Önök szerint milyen kihívások vannak még Európa előtt?
hogyha úgy végig gondolják, hogy mire kell választ találni Európának, milyen közös kihívásokra. Esetleg valakinek, akár az előbbiek alapján. Energia, abszolút. Különböző erőforrásoknak a rendelkezésre állása, hiánya, energia, energiaszegény kontinensen élünk, hogyan fogjuk biztosítani, más esetleg. Egész nyugodtan bátran, nincs rossz válasz. Egész nyugodtan. Népesség alakulása. Köszönöm szépen. Alakulása. És úgy fordítom, hogy önök miben várnának hatékonyabb választ Európától? A mindennapjaik problémáinak megoldására. Valaki? Mi az, amiben azt várnák, hogy az Európai Unió hatékonyabban lépjen föl? Akár egyetemi hallgatóként, akár átlagpolgárainként, akár a mindennapjaikban. Nyugodtan legyenek bátrak, tudom, hogy vannak gondolat fejükben, csak ugye kicsit a, ez, hogy mondjam, ezzel szembesülök egyetemi oktatóként is, hogy bátortalanak a magyar hallgatók. Ez egy, hogy mondjam, ez egy, lehet, hogy ez egy kulturális dolog, hogy nehezebben szólunk hozzá, mert félünk, hogy mi van, hogyha nem jót mondunk, de nyugodtan, bátran szóljanak. Vagy ha nem, akkor gyűjtsenek energiát a kérdésekre, és én tovább megyek. Néhány kihívás. Nem is itt kezdem. Itt kezdem. Közvéleménykutatás szerint. Amikor megkérdezzük a polgároktól közvéleménykutatásban, hogy mik az unió előtt álló legfontosabb kihívások, ez egy 2019-es felmérés, egy évvel ezelőtti, akkor első ötöt említem, környezet és éghalatváltozás. Ugye a kék, az Európai Unió, a piros, az magyarországi válaszok, bevándorlás, gazdasági helyzet, terrorizmus, tagállamok pénzügyeinek a helyzete. Ez megváltozott, volt egy másik felmérés, nem pontosan ugyanezekkel a kérdésekkel júniusban, hogy mire kellene leginkább költeni az unió költségvetéséből. Önök szerint most júniusban mi volt az első helyen? Igen, természetesen az volt. Attól függetlenül, hogy egy átlagpolgárnak nem kell tudnia, hogy milyen egészségügyi hatáskörök vannak uniós szinten. Nem sok. Tehát az egészségügyi alapvető nem. De a polgároktól azért ugye nyilvánvaló kérdezni, megkérdezzük. És természetszerűleg az egészségügyet hozta ki első helyre, és följebb is előrébb került a megélhetés, munkanélküliség kérdése. Mert szembesültünk vele. És akkor várnak válaszokat rá. Az már nem egy átlagpolgár dolga, hogy eldöntse, hogy mire lehet hatékonyabban választ találni. Kormányzati, tagállami kormányzati szinten, vagy önkormányzati szinten, vagy uniós szinten. Az egy uniós alapelv, és ezt fontos érvényesíteni, hogy azokban kell, azon a szinten kell választ találni, ahol a leghatékonyabb választ lehet megtalálni rá. Nem kell mindent uniós szinten intézni. Nem is kell minden szinten nemzeti szinten intézni, mert valamit lehet önkormányzati szinten lehet hatékonyabban intézni. Erre fontos közös választ találni. De azért, hogy menjek vissza, milyen belső kihívások vannak. Ön említette, eurozóna működésének a kihívásai. Itt most csak egy felsorásszerűen, most arra nincs időnk, hogy ez mindegyiket kitárgyak, csak villancsuk fel, hogy milyen kihívás, milyen környezetben élő migrációs kihívásoknak van ennek egy belső dimenziója. Emiatt több schengeni határ ideiglenesen lezárásra került. Ennek nyilvánvalóan a belső piac működésére is van hatása. Brexit tárgyalások. Vita az európai demokráciáról. Mi az a jogállamiság? Hogy értelmezzük? Mik az unió közös értékei? Hogy kell ezt érvényesíteni? Hogy kell érvényesíteni? Erősödő hangok, amelyek esetleg megkérdőjelezik az uniós intézmények Brüsszel működését. Külső és belső környezet, a migráció külső dimenziója, klímaváltozás, technológiai verseny, erőforrásokhoz való hozzáférés, energiafüggés, amit egyikük említett, demográfia, COVID hatása és következményei,
És maga a globális külpolitikai, politikai környezet, világ egyre több pólusú válik. Látjuk, hogy egyes országok befolyása hogyan növekszik, gazdasági és politikai befolyása. Új hatalmak keresik a helyüket a globális környezetben, egyes hatalmak kicsit visszahúzódnak. Az EU szomszédságában vannak olyan nemzetközi konfliktusok, amelyek gyakorlatilag egyfajta sérülékeny társadalmi gazdasági helyzetet eredményeznek. Erőforrások szükségessé válásán erősödik az ezért folyó verseny. A koronavírus válság nyomán elkezdődött a gondolkodás, hogy mennyire kell megerősíteni egyfajta stratégiai önállóságát, önellátását az egyes akár országoknak, vagy mennyire kell vállalatoknak arról gondolkodni, hogy jó-e az a hosszú ellátási lánc, ami kontinenseken túlnyúlik és problémát okozhat, vagy milyen termékekből kell önellátóvá válni, amely a stratégiai fontosságú. Mennyire kell rövidíteni ezeket az ellátási láncokat, ez egy nagyon fontos stratégiai gondolkodás a mai időben. És jól látható az is, hogy közelmúlt hatása, hogy milyen gazdasági fejlődés vártunk koronavírus nélkül, és mellette zölddel, hogy mit várunk itt most a jelenlegi környezetben. Jelentősen eltérőt. Úgyhogy Európa egy jó hely, de számos kihívással kell megküzdenünk, és az a kérdés, hogy erre milyen válaszokat tudunk találni, és mi az, amire a közös választ kell megtalálni. Közben az időt azért majd nézem, hogy mindenképp kérdésekre legyen lehetőség. Nyilvánvalóan a javaslatokat is közösen találjuk meg. Az Európai Unió rendszere az egy vitatkozós, egy demokratikus környezetben működő, de vitatkozó rendszer. Nem véletlenül van ez így. Önöket nem kell arra emlékeztetni, hiszen az Európai Unióról már tanultak, hogy hogy jött ez létre, mire akar ez választ adni. Második világháború után úgy jött létre, hogy az volt a feltételezés, hogy gazdaságilag és később akár politikailag is együttműködő országok nem fognak egymással fegyveres konfliktusba bonyolódni, hanem létrehozunk egy olyan konfliktuskezelési érdekegyeztetési rendszert, amely megelőzi a közvetlen és, hogy mondjam, fegyveres konfliktusokat, sőt, Európa gazdasági fejlődéséhez hozzá fog járulni, és növelni fogja annak hatékonyságát és a közös fellépés lehetőségét. Ez volt az alapgondolat. És ez az alapgondolat, ez fényesen sikeredett, hiszen valóban létrejött egy konfliktus egyeztetési és kezelési mechanizmus, érdekegyeztetési mechanizmus, ami sokszor bonyolult, mert 28, majd 27 féle érdeket kell egyeztetni, ami aztán megint növekedhet, ha bővítés lesz. Tehát sokszor azt látjuk, nyilvánvalóan, hogy mondjam, sajtó számára sokszor a vita érdekes, de hát vitában lehet érdeket egyeztetni, tehát amikor Európai Uniós szinten vitát látnak, azon ne csodálkozzanak, az a természetes, hogy van vita, hiszen a közös érdeket, 27 féle érdeket, és nem csak sajnál többféle az érdek, hiszen 27 tagország, de mennyi társadalmi érdek jelenik meg ebben, és gazdasági érdek jelenik meg, kell közös álláspontot kialakítani, és meg fognak lepődni, hogy döntéshozói szinten, például a miniszteri tanácsi szinten, mondjuk egy tagország például Magyarország esetében, a Magyarországot képviselő miniszter az esetek 90-97%-ában a többséggel szavaz. De ez nem csoda, ez általában itt van 94-98% között a jelenlegi tagország esetében mindenütt. Hát csak mi arról a néhány százalékról hallunk, amiben nem alakul ki ez az egyetértés, de egyébként valahogy működik ez az egységes piac, természetesen, ami hozzájárul hazánk gazdasági fejlődéséhez is. Tehát ez egy működő demokrácia, demokratikus intézményrendszer, amiben ugye mi is választunk, hiszen az európai parlamenti képviselőket mi választjuk, ők az Európai Parlamentben hozzák a döntéseket, az általunk nemzeti választáson megválasztott kormány képviselői is hozzák a döntéseket. Én az Európai Bizottságnak dolgozom, az Európai Bizottságnak jogilag nem, meg rossz hasonlat, de azért ezt szoktam mondani, kicsit olyan, mint a kormány, de csak picit. Annyiban, hogy előkészíti a döntéseket, javaslatokat tesz,
majd végrehajtja azokat, ha az ő dolga a végrehajtás, vagy ha a tagországok dolga a végrehajtás, akkor ellenőrzi a végrehajtást. A döntéseket azonban, a fontos döntéseket közösen hozza az Európai Unió tanácsa, ahol kormányaink képviselői ülnek, és az Európai Parlament, ahol az általunk megválasztott képviselők ültek, például a költségvetésről. Nyilván, és ebben a keretben határozzák meg nyilvánvaló azokat is, azokat a stratégiai célokat is, vagy a stratégiai menetrendet is, ami mentén gyakorlatilag a különböző új szakpolitikai javaslatok, vagy akár jogszabály javaslatok is elfogadásra kerülnek. Az Európai Tanács a stratégiai döntéshozó szerveiből a miniszterelnökök, államfők ülnek, határozta meg a menetrendet a klímára, a gazdaságra, a polgárok és szabadságok védelmére, és az európai érdekek előmozdítására összpontosítva. Ebből persze következnek szakpolitikai javaslatok, az lenne még egy hosszú előadás, én most csak fel szeretném villantani, hogy milyen keretek között dolgozunk. Erre jól rezonál von der Leyen bizottsági elnöknek a szakpolitikai célkütézései, a zöld irányvonal, az emberek érdekeit szolgáló gazdaság, a digitális kor igényének megfelelő Európa, új lendület az európai demokráciának, Európa globális szerepének befolyásának erősítése, európai életformánk támogatása. Címszavak alatt terjesztjük elő a szakpolitikai javaslatainkat és esetekben rendelettervezeteket. Engedjék meg, hogy kicsit felvillantsam, hogy miután beszéltem arról, mik a kihívások, milyen konkrét javaslatokkal ér az Európai Bizottság, mégpedig ezt hagyd tegyem meg a von der Leyen elnök az unió helyzetéről szóló beszéde alapján, ahol konkrét javaslatokat fogalmazott meg, lebont, vagy a következő évben mit akarunk tenni. Az előző javaslatok még ugye a járvány előtti időszakban készültek, a mostani előterjesztés már figyelembe veszi azt, hogy milyen környezetben vagyunk, és ez a beszéd tesz arra lehetőséget, hogy ismertesse a bizottság elnöke az Európára vonatkozó jövőképet. Most kicsit gyorsítom, hogy legyen időnk rá. Mint önök is említették, mint rögtön felmerült, és ahogy mutattam, vagy utaltam a közvéleménykutatásokra is, sokan várják azt, hogy az Európai Unió is tegyen az egészségvédelme érdekében, miközben az egészségügyi intézményrendszer fenntartása az tagállami hatáskör, európai szinten korlátozottan vannak ilyen hatáskörök, de azért van európai szinten olyan, amiben közösen és hatékonyan lehet fellépni, például kutatásfejlesztési kérdésekben, ebben meg lehet erősíteni a meglévő intézményeknek a hatáskörét, és el lehet gondolkodni arról, és ezért javasolunk egy vitát az Európai Egészségügyi Unióról, hogy van-e még olyan hatáskör, ami jobb, ha európai szinten van. Egyébként mit tett az Európai Unió ezen a területen, konkrétan az egészségügy területén? Egyrészt a meglévő forrásokat felszabadított, hogy a tagországok oda költsék, akár egészségügyre is, ahol legjobbannak tartják a felhasználását. Rögtön a kutatási fejlesztés pénzek jelentős részét vakcinafejlesztésre különítette el. Létrehozunk egy egészségügyi tartalékalapot, amiben egyébként Magyarország is részt kíván venni, hogy olyan berendezések, felszerelések rendelkezésre álljanak, amelyek válsághelyzetben felhasználhatók, és a lendő vakcinák beszerzésében is már leköti a kapacitásokat annak érdekében, hogy amikor a fejlesztés sikeressé válik, rögtön rendelkezésre álljon a tagországok részére megfelelő számú vakcina. Ezekben a kérdésekben hatékonyabban és eredményesebben tudunk fellépni közösen. Amit intézkedést említettem, és amit itt látnak, egyik sem szól bele a tagországok hatáskörébe, amint például az egészségintézménynek a rendszernek a felépítése, működtetése. Mégis vannak olyan dolgok, amit hatékonyan tudunk közösen elvégezni. Ugyanígy több kezdeményezés, most nem mindegyiket fogom megemlíteni, vonatkozott arra, hogy hogy tudják a munkavállalókat, illetve a tagországokat abban segíteni, hogy a munkavállalók megtarthassák a munkahelyeket, például részmunkaidős foglalkoztatásnak a támogatásában. És a jövőre nézve pedig azt gondoljuk, hogy fontos, hogy kialakuljon egy keret, ami a minimálbér meghatározását európai szinten szabályozza,
ez egy védelmebb biztosító Európa szakpolitikai kezdeményezés alatt történne meg. Nem európai szinten kívánjuk megmondani, mennyire legyen a minimálbér, de fontosnak tartjuk a munkavállalók biztonsága szempontjából, legyen egy keret, ami arról szól, hogy erre szükség van, egyrészt, hogy legyen ilyen, másrészt, hogy milyen elvek alapján ezt kell ezt kidolgozni. Az egyik már egy döntés, a szükséghelyzeti mikronélküliségi kockázatokat mérséklő támogatás, a másik pedig egy javaslat a munkavállalók védelme érdekében. Az egységes piac az Európai Unió egyik legsikeresebb vívmánya. Amikor arról beszélünk, hogy milyen előnye van, gazdasági előnye van az uniós tagságnak, néhányan a támogatóját sokat szokták említeni, ez szerintem fontos, de másodlagos. Magyarország számára például a legfontosabb gazdasági vívmány, hogy részesei vagyunk az egységes piacnak, egy félmilliárdos piacnak vagyunk a részesei, valahogy a támogatások fontosak annak érdekében, hogy a versenyképességét növeljük Magyarországnak, akár úgy, hogy akár ipari területeket készítünk elő, vagy pedig segítjük, hogy a munkavállalók versenyképesebbé váljanak, jobb oktatást kapjanak, magasabb szintű egészségügyi ellátást, utak, vasút eljussanak az ország minden részébe, hiszen Európa csak akkor lehet sikeres, ha minden régiója hozzájárul a sikeréhez, és az átlagtól elmaradó régióknak meg kell adni azt a támogatást, hogy fel tudjanak zárkózni. El tudjanak zárkozni, hiszen nem lesz Európa globálisan versenyképes, ha nem mindegyik régiója képes ehhez a versenyképesség fejlődéshez hozzájárulni. Ezért el kell jutni az útnak, vasútnak, ott jó egészségellátásnak, oktatásnak, ipari területnek, kisvállalkozás támogatásnak kell megjelni. Erről szólnak az Európai Unió regionális programjai, erről beszélgettünk röviden egyébként emlék Füzessabonyban, hogy milyen programokat kívánnak megvalósítani, és azt gondolom, hogy Heves-megye több településén is vannak ilyen programok, és önök is látják, hogy például Heves-megyében melyek azok a vállalatok, amik megtelepedtek, és részesei ennek az európai egységes piacnak, és egyébként termékek egy jelentős része, ha nem is közvetlenül, de hát nem Magyarországon, hanem a nemzetközi piacon talál értékesítésre, és járul hozzá egyébként a gazdasági, a régió gazdasági sikeréhez. Ezért fontos, hogy a egységes piac működjön és kibontakozásra kerüljön, és hát erre kihívás jelentett maga egyébként a koronavírus válság is, és meg kell találnunk annak a lehetőségét, hogy ez kibontakozzon, és nem csak fizikai szempontból is, hanem a digitális egységes piacot is meg tudjuk valósítani. A schengeni térséget, működőképességét megint teljes értékűvé tegyük, és aktualizáljuk egyébként az iparstratégiánkat és versenyjogi keretünket, hogy ezt lefordítsam. Gyakorlatilag a versenyhívei vagyunk, több tucat kereskedelmi egyezmény kötött az Európai Unió nevében az Európai Unió, de a tisztességes versenyt viszont meg kell védenünk. Tehát meg kell védenünk Európát attól, hogy mondjam, unfair vagy tisztességtelen versenyfeltételekkel befolyásolják az európai vállalatoknak a versenyképességét, és ahol szükséges, meg kell védenünk a stratégiai ágazatainkat, amelyeknek bizonyos esetekben vagy válsághelyzetekben rendkívül fontos, hogy meglegyenek a termelési és szolgáltatási kapacitásai. Az is fontos, hogy egy ilyen válságkörnyezetben, amikor az újjáépítésről gondolkozunk, megtaláljuk a közös válaszokat, és ne egy válság előtti helyzetre próbáljunk visszatérni, hanem figyelembe véve a meglévő kívásainkat, a holnap felé lépjünk el. Tehát ha újjáépítjük a gazdaságunkat, mert úgy látjuk, hogy válság van, akkor ne egy tegnapi gazdaság felé lépjünk el, hanem figyelembe véve azt, hogy akkor tudunk versenyképesek maradni, hogyha innovatívak leszünk, a technológiánkat fejlesztjük, digitalizálunk, és válaszolunk a klímaváltozás miatti kihívásokra is, akkor olyan megoldásokat kell találnunk, amik ebbe az irányba lépnek el. És ezen keresztül hoznak létre munkahelyeket, és ezen keresztül fejlesztik a gazdaságot. Tehát egy zöld és digitális átállás az érdekünk, ami egyébként ellenállóbbá teszi az európai gazdaságot.
Itt a zöld megállapodásra röviden szeretnék kitérni. Mindannyian tudják, hogy mennyire sérülékeny a bolygónk jövője, ezért javaslatot tesztünk arra, hogy a 2030-ra 40%-os célkitűzés meghaladva 55%-kal csökkentsük a nettó üvegházhatású gáz kibocsátást a 90-es szinthez képest. Erről egyébként ez egy javaslat, most folyik róla a vita, ehhez szeretnénk megtalálni a következő költségvetési időszakban a szükséges forrásokat is, és nyilvánvaló támogatást kell adni ehhez. A tagországoknak attól függően, hogy számukra mekkora kihívást jelent. Meg kívánjuk alapozni Európa digitális jövőjét benne, az európai számítási felhő létrehozását, mesterséges intelligencia technológiák fejlesztését, és 8 milliárd eurót ruházunk be a szuperszámítógépek új generációjába, hogy említsek egy olyan megoldást, egy olyan fejlesztést, amit egy-egy tagország külön-külön nem tudna felvállalni. Ezt uniós szinten tudjuk megoldani, úgy tudunk rá forrásokat találni. Itt tudom azt mondani, hogy akkor tudunk partnerek és versenytársak lenni Kínával, hogyha nem egyenként próbálunk megoldást találni olyan fejlesztési és technológiai kérdésekre, amit egy-egy tagország erejét meghaladja, nem próbáljunk közös megoldásokat találni, és akkor versenyképes válaszokat tudunk találni, és tudunk például olyan szuperszámítógépet fejleszteni, amire építve Európa versenyképességét tudjuk növelni. Globális reagálásban azt gondolom, mint soft erő az Európai Unió rendkívül hatékony volt globális forrásgyűjtésben, mind az oltóanyag fejlesztése, mind pedig a későbbi terjesztésének megalapozására az egészségügyi világszervezettel együtt. És úgy tudunk határozottan reagálni a globális eseményekre, hogyha közös álláspontot tudunk kialakítani, és aktív részesei maradunk a multilaterális rendszernek, amit újra szeretnénk éleszteni, már sokan megkérdőjelezik, ez azt gondolom, hogy nincs alternatívája ezeknek a multilaterális egyeztetési fórumoknak, és hát a bizottság azt is javasolja, hogy gondoljuk meg, hogy bizonyos területeken térjünk át külpolitikai, biztonságpolitikai kérdésekben a minősített többségi szavazásra, ami hatékonyabb fellépést eredményezre. Erről azért nagyon nagy vita van jelen pillanatban, de jól látható, hogy egyes esetekben nagyon nehéz az egyhangúság, vagy nagyon lassú elérni az egyhangúságot, ami sokszor, hogy mondjam, csökkenti Európa befolyását, hogyha lassú választ tud adni a nemzetközi kihívásokra. Ugyanígy a további kihívásokra választ adva egyrészt fontos aláhúzni, hogy Európa nem csak egy érdekközösség, hanem egy értékközösség is, ami demokratikus jogállami értékekre épül. Ezeket is figyelembe fontos közös választ találni a migráció, mert jól látod, hogy a jelenlegi migrációs keret nem működik, amit még Dublinban alakítottunk ki. Erre egy javaslatot tett a bizottság, ennek most folyik a vitája. Most folyik a vit arról, hogy mennyire jelenjen meg a jogállamiság az európai intézmények párbeszédében, dialógusában. Hogy kell fellépnünk a rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés ellen. Ez egy élő vita, a mai vita. Ez egy, az Európai Unió egy értékközösség is, és azt gondolom, hogy ezekben a vitákban kell kialakítanunk azt a jövőbeni megközelítést, hogy milyen közös választ tudunk adni a migrációra, arra pedig közös választ kell találnunk, hiszen közös határok között vagyunk, és ez egy nagyon kemény vita, hiszen eltérőek a megközelítések, ugyanígy a jogállamiságról is egy nagyon élénk párbeszéd folyik jelenleg az európai intézményekben. Tehát megvan a jövőképünk, felvillantottam rá minden válaszokat, nem mindenre adtam választ, nem is volt ez a célom, hanem azt a logikát próbáltam bemutatni, hogy vannak kihívásaink, és ezekre a kihívásokra egy részére hatékonyabb, ha európai szinten találunk választ. A közösség talál rá választ, nyilvánvaló, ehhez kell közös szándék és kell közös forrás is. Ezért érkezett az a javaslat, ezért fogalmazódott meg az a javaslat, hogy a következő 7 éves költségvetést egy kicsit toljuk meg financiálisan. Szükség van az újjáépítéshez forrásokra, ha egy átállást akarunk, ami a jövőben néz, akkor több forrásra van szükségünk. Az eredeti költségvetési javaslat egy kicsit több volt 7 év, mint 1100 milliárd euró. Most ezt kívánjuk kiegészíteni egy új generációs költségvetési alappal, amiben van egy jelentős része, egy újjáépítési terv,
ami a koronavírus válságra, a gazdasági válságra kíván választ adni, és ezek a tervek egyébként a közös célokra alapulva nemzeti tervekből állnak össze. Jelenleg minden kormány, a magyar kormány is azon dolgozik, hogy október 15-ig előkészítse a nemzeti tervét, és olyan megoldásokat, stratégiai megoldásokat, reformmegoldásokat találjon, amelyek ezeknek a céloknak a mentén, tehát a digitális átállás, a zöld átállás mentén tesz finanszírozási javaslatokat különböző projektekre. Tehát az 1100 milliárdos költségvetés kívánjuk kiegészíteni 750 milliárd, vagy kicsit többel is, ami újjáindítja ezt a gazdaságot, és rendhagyó módon ez nem a hagyományos költségvetési forrásokból, hanem pénzpiacról érkezne, és ha pénzpiacról érkezik, akkor Európa sokkal kedvezőbb kondíciókkal jut hozzá ezekhez a forrásokhoz, mint egy-egy tagország külön-külön. Reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos vita az intézmények között is hamarosan lezárul, mert rendkívül fontos az, hogy a gazdaság újraindítása érdekében és átalakítása érdekében minél előbb ezek a források rendelkezésünkre álljanak. És amikor erről beszélünk, egy eredeti kihívást nem szoktunk emlegetni, hiszen olyan adottságnak tekintjük ezt. Volt is, különösen a 2008-2009-es gazdasági világválság után egy időszak, amikor el is bizonytalanodott, sokan elbizonytalanodtak Európával kapcsolatban, hiszen akkor volt először, amikor a folyamatos gazdasági fejlődés megtorpant, és felnőtt egy generáció még nem élte át, hogy az Európai Unió mire adja a választ. Mi az első válasz? Az európai béke megőrzése. Egy olyan érdek és konfliktus kezelési mechanizmus, ami békésen, ha tetszik, ahhoz képest mindenképp békésen, amit évszázadokon át ragasztunk Európába, vitákkal, néha éles vitákkal, néha dosszié csapkodással, történelmi néha retikül csapkodással, de közös megoldást próbál találni a közös kihívásainkra, ami eddig mindig sikerült, néha nehézkesebben, néha könnyebben, és eközben pedig működtet egy olyan egységes piacot, amelyik a gazdasági fejlődésünkhöz járul hozzá, és választ próbál találni olyan kérdésekre, amelyikről nem is tudtuk, hogy szembesülnünk kell, hiszen egy évvel ezelőtt nem gondoltunk arra, hogy miért kellene külön megerősíteni egy gyógyszerészeti ügynökséget, ami közös kutatásokat végez közös kívások számára. Tehát vannak teljesen új kívások is. Tehát sosem szabad elfelejtenünk, hogy van egy eredeti kihívás, ami az európai béke megőrzése, a közös kihívásokra közös válasz megtalálása, érdekegyeztetési mechanizmuson, brüsszeli bonyolult vitákon keresztül születik meg, és azt gondolom, hogy az eddigi időszak igazolta, hogy ezeket a válaszokat meg lehet találni, és a tagországoknak a gazdasági fejlődése, a különböző szakpolitikai és globális kihívásokra való válaszok keresése eddig mindig eredményes volt. És azt hiszem, hogy mikor felhívom a figyelmet egy nem túl bonyolult honlap címre, ami az, hogy eu.hu, hogyha további információkat szeretnének szerezni a tevékenységünkről, az Európai Bizottság kezdeményezéséről, azt szeretném aláhúzni, hogy amivel kezdtem ezt a mai beszélgetést, hogy az európai szintű viták természetesek. Ez az európai demokratikus térnek a sajátja. De azok a globális folyamatok, azok nem csak csökkentették, hanem szerintem sokszorozták azokat az érveket, hogy miért fontos az uniós szintű együttműködés, miért fontos a közösségi fellépés. Hiszen messze túl vagyunk azon, szinte evidenssé vált az, hogy együtt kell működnünk, hogy
legyen egy érdekegyeztetési fórum, csak erre emlékeztetni kell magunkat, nem evidens ez. Nem evidens az európai béke. Évszázadokig nem volt evidens. Az elmúlt néhány évtizedben evidens, mert működtetjük ezeket a mechanizmusokat, csak ne vegyük adottságnak. Ezért minden nap, minden héten meg kell dolgozni, hogy meglegyenek a konfliktusnak a konfliktusoknak a kitárgyalása és a megoldások megkeresése, hogy működjön az egységes piac, és hogy miért sokszorozza meg? Hát, amit előbb láttunk. Globális szerepe, demográfiai folyamatok, a technológiai változások, a többi szereplőnek a megerősödése, mind-mind azt húzza alá, hogy Európa akkor tud befolyásos, sikeres maradni, hogyha megtalálja ezeket a közös válaszokat. És akkor tud hiteles maradni, hogyha elég sokszor elmennek az európai tisztviselők, mint például én, olyan közösségben, mint itt, ahol találkozhatnak helyi vezetőkkel, egyetemi hallgatókkal, vagy más esetben vállalkozókkal, nyugdíjas klubokkal és európai polgárokkal, hiszen Európai Unió az nem Brüsszelben van, hanem mindenütt, Egerben, Füzesabonyban és Európa minden pontján is, önök is európai polgárok, és elhozzuk ezeket a problémákat önökhöz, és próbáljuk elmagyarázni, hogy mind dolgozunk, és válaszolunk az önök kérdésére. Úgyhogy megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha van kérdés, nagy örömmel válaszolok rá. Köszönöm szépen. Kiben fogalmazódott meg kérdés? Rektor asszony már a bevezetőjében feltette azt a kérdést, vagy azt a problémakört, hogy vajon mikor lesz eurónk, és jó lesz-e nekünk. Ez mik az előnyei, mik a hátrányai, erről szeretnék kérdezni, hogy mik a legújabb információk, események ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. Magyarország, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor vállalta az euró bevezetését, tehát ez egy nem csak lehetőség, hanem egy kötelezettség is, azonban ennek nincs egészen pontos határideje. Az eurózónának a kormányzása és a közös európai pénznek kormányzása az folyamatosan fejlődés alatt van, ez segíti a stabilitásának a növelését, és gyakorlatilag az egész Európai Unióra vonatkozóan a globális gazdasági válság után kialakult egy közös gazdasági kormányzási rend, pontosan azért, hogy megelőzzük a válságokat, ezt egyébként európai szemeszternek hívjuk, amikor nyomon követjük a különböző tagországoknak a gazdasági mutatóit, illetve a gazdaság versenyképességét meghatározó különböző szakpolitikák alakulását. Magyarországról szóló országjelentést egyébként nyilvánosan el lehet olvasni. Ez minden évben készül, idén nem fog készülni, mert most az újjáépítésre összpontosítunk, és nem a versenyképesség elemzésére. Majd visszatérünk rá, ígérem, de most az energiáinknak a legnagyobb része az újjáépítésre fog fordítódni. Ez azt eredményezi, hogy gyakorlatilag közös kormányzás eredményeképpen egyrészt magának az EU-nak a stabilitása növekszik, másrészt pedig a különböző tagországok gazdasági kormányzása is megerősödik, stabilabbá válik, és a Magyarország is megközelítette azokat a feltételeket. Most minden tagországban probléma van, most egy válsághelyzetben vagyunk, néhány egy kicsit evezzünk vissza akár egy évvel ezelőttre, megközelítette azokat a feltételeket, ami alapján gyakorlatilag lassacskán ki lehetett volna tűzni az euró bevezetésének a dátumát. Azonban a magyar kormány egy olyan megközelítést fogadott el, amely szerint akkor szeretné bevezetni az eurót, amikor a gazdaság, a magyar gazdaságnak a fejlettsége az megközelíti az uniós átlagot. Na most ebben nagyon sokat lépett előre Magyarország, mondjuk akár 1990, akár az uniós csatlakozás óta, de még nem tart ott, hogy elérné az uniós fejlettségnek a 80-90%-át. Tehát már pontos számot, van, aki azt mondta, kicsit eltér attól, hogyha a Magyar Nemzeti Bankot hallom, vagy pedig a pénzügyminisztériumot, van, aki azt mondta, hogy meg kell közelíteni, 80-90% szinten, van, aki azt mondja, hogy el kell érni, de ezt most közvetítem ön számára, hiszen
én nem a magyar kormányt képviselem, de értjük és meghallgattuk az álláspontját. Azt gondolják, hogyha a magyar gazdaság teljesítménye közelebb kerül az uniós átlaghoz, amit egyébként önmagában segít az, hogy az egységes piacon sikeresen működik, és az uniós támogatások is eljutnak az ehhez szükséges reformokhoz, akkor kisebb, úgymond kisebb megrázkódtatás lehet az euró bevezetése. Mivel a magyar gazdaság egy rendkívül nyitott gazdaság, és az export volumen és nagyságrend az SGDP-hez képest jelentős, ezért mindenképp a gazdaság stabilitásához hozzájárulhat majd az euró bevezetése, de értjük azt a logikát, és ugye mivel erről szakmai viták folynak, és ezt lehetne mellette is ellene felhozni az érveket, de röviden lekerekítve próbáltam elmondani, hogy gyakorlatilag mi a vállalás, mi az előnye, mindenképp egy stabilitást jelent egy olyan ország számára, hogy gyakorlatilag Euróban számol a legtöbb gazdasági szereplő, legalábbis a kiemelt szereplő, és eközben van egy szempont arról, hogy maga a bevezetés mikor lenne legkevésbé döccenős, ezt a szempontot is nyilvánvaló figyelembe kívánja venni a magyar kormány megközelítése. Nem biztos, hogy választottam rá de a kérdésére, de elmondtam azt, hogy mit tudok arról, hogy a magyar kormányzat milyen politikát folytat ezzel kapcsolatban, és mindenképp fontos aláhúzni, hogy ez valamikor meg fog történni, és én azt gondolom, hogy a gazdasági szereplők számára mindenképp egyfajta megnő stabilitást jelentene. Értjük azt, hogy szélesebb társadalmi kontextusban egyelőre még a kormányzati politika máshova jut, vagy más következtetésre jut. Más kérdés esetleg? Egészen bátran. Egészen. Nincs rossz kérdés, és mazgban is fel lehet tenni, és akkor fel se ismerem, hogy kitette fel a kérdést. Azt látom, hogy az Európai Unió, én is tanultam Európai Uniós jogot annak idején ugye az egyetemen, és az Európai Uniónak ez a fajta fejlődése, ami a tagállamoknak, a tagállamok számának a növekedésével jár, most elért egy ilyen kritikus tömeget, és vagy azért, mert nem láttunk rá ilyen szinten, vagy azért, mert talán nem is voltak ennyire élesek a különbségek, de most azért valamiféle ilyen kicsit ilyen válságközeli helyzetben vagyunk, most teljesen független egyébként a Covid-tól, mert ennyire élesek soha nem voltak az Európai Unióban az érdek és az értékközösség, valahogy, mint hogyha megbillent volna, hogy mit érzékelnek ebből Brüsszelben, vagy érzékelik-e, és akkor hagyj beszéljek haza a magyar álláspontnak a fontosságát, illetve teljesen ennyire egyedül vagyunk-e mi a V4-ek álláspontjával az Európai Unióban, mint ahogy ez most esetlegesen az Európai Uniós kommunikációból kitűnik. Ez jó sok kérdés volt, de inkább akkor még egyszer, és akkor csak tömörítve, hogy volt-e már ilyen kritikus helyzete az Európai Uniónak, amikor ennyire élessé váltak a tagállamok közötti érték és érdek vitákból kibontakozó ellentétek? Hallottam én már olyat, meg olyan megfogalmazást, hogy az Európai Unió meg a jogelődjei, meg a szénésvet, mióta létezik, folyamatos válságban van, mert mindig van valami olyan válság, jelenség vagy kihívás, amire gyakorlatilag hangsúlyos választ kell adni, vagy pedig olyan kérdés, amiben intenzív vita folyik. Tehát önmagában egy intenzív vita az szerintem természetes, és ez egész biztos, hogy a magyar kormány egy igen markáns véleményt képvisel, nem rejti a vék alá a véleményét, és valóban vannak olyan kérdések, vannak olyan kérdéskörök, ahol esetlegesen a V4-ek alkotnak egy véleményközösséget, van ahol Magyarország és Lengyelország, azért a V4 sem egy egységes közösség és minden kérdésben azonos álláspontot képvisel. De ezt nem tartom feltétlenül bajnak.
Azért nem tartom bajnak, mert az európai probléma megoldásnak a legfőbb eszköz a dialógus, a vita, és vagy a kibeszélés. Tehát ezt most nem az Európai Uniós jog tantárgy alapján mondom, de hogyha azt végignézzük, mi egy kötelezettségszegési eljárás? Lényegében megállapítottam, hogy úgy az a gyanúm, hogy amit most a tagállam tesz, az nem egyezik az uniós joggal. Vagy nem ültette át azt, amit közösen elhatároztunk a saját jogrendjét. Küldök egy levelet, magyarázza el. Küld egy választ. Hát, szerintem mégse küldök egy indoklással kiegész. Mit akarok ezzel mondani, és folytathatnám tovább. Az Európai Unió és intézményrendszer működése sok esetben a konfliktus dolgok is először arra vonatkozik, és arra próbál lehetőséget adni, hogy egy tagország elmagyarázza az álláspontját akár részletesen is. Ugye még egy 7-es cikke szerinti eljárás is, ha nem annyira átpolitizált környezetben lenne, arról szól, hogy elmagyarázza, előterjeszti, beszéljük meg, szerintük mit kellene korrigálni, és a többi. És legtöbbször egyébként a kötelezettségszegési eljárások is arra mennek ki, hogy a tagország önmaga korrigálja, kerüljük a bírósági eljárás. És egyébként meg is történik sok esetben. És egyébként a bíróság, ha az Európai Bíróság elé kerül, akkor korrigálásra kerül. A magyar kormány is volt olyan egy ítélettel nem feltétlenül értett, azt mondta, annak ellenére korrigálom, hiszen mégis a közösség játékszabályai szerint oda jutottunk, hogy ezt korrigálnom kell. Nehéz arra választ adni, hogy a mostani vita, ami egy jogállamisági értékvita, az intenzívebb, problémásabb attól, ami esetleg 2, 4 vagy 10 évvel ezelőtt volt a napirenden. De én nagyon remélem, hogy az a dialógus, ami most különböző intézményekben folyik, akár a tegnapi napon is intenzíven az általános ügyek tanácsába, az eljut egymás jobb megértéséhez, olyan közös szabályok kialakításához, amely természetesen az alapszerződésen alapul, de tiszteletben tartja azokat a szuverenitási területeket, amelyeket nem az alapszerződés szabályoz, és lehet, hogy ettől még lesznek még élénk viták, amelyik a politika környezetben folytatunk le, de végeredményben valahol eljutunk egy kompromisszumra. Ezért működtetjük ezt az intézményrendszert, ezért van parlament, ezért van tanács különböző formákban, ezért próbálunk különböző szinteken, különböző társadalmi csoportokkal párbeszédet folytatni, hogy érthetőek legyenek a törekvések, és legyenek fórumok arra, ahol a vitás kérdésekre is megpróbálhatunk választani. Ezért egyébként javasolta az Európai Bizottság elnök az Európa jövőjéről szóló konferenciát, ami egy olyan konferencia lenne, amiben minden európai polgárt megpróbálnának bevonni, amiről most van az intézményi egyeztetés, hogy hogy állhatunk neki, és a megyei irodák, az Európa direkt megyei irodák is fontos szerepet játszanak benne, hogy online, kis közösségekbe, kis csoportokba, meg nagyobb konferenciákon is pont ezeket a kívásokat próbáljuk úgy átbeszélni, hogy erről meghallgatjuk az európaiak véleményét is úgy, hogy a problémákat úgy próbáljuk megfogalmazni, amihez mindenki hozzá tud szólni. Úgyhogy én ebben reménykedem, hogy erre a kihívásra is, mint ahogy az elmúlt évtizedek alatt sokféle kihívásra is maga az intézményrendszer, ami egy demokratikus intézményrendszer, ezen a párbeszéden keresztül eljut a megoldáshoz és a válaszokhoz. Tessék parancsolni! Ezt kapcsolódnék. Meddig húzódhatnak el ezek a viták, vagy konfliktusok? Nem lesz bürokratikus így egy ilyen eljárásnak a kezelése? Versenyképesen tud-e reagálni vajon így az EU ezekre a kérdésekre? Ugye, itt sokféle dimenzió van ennek, hogyha a gazdasági válságra akarunk egy válságkezelési programot kialakítani, ott nagyon gyors válaszokat kell találni. Én attól tartok, hogy az értékalapú viták ennél komplikáltabbak, és mivel nincs akkora sürgősségük egyes esetekben, akkor esetleg tovább is eltarthatom, hogy újra is felbukkanhatnak. Úgyhogy én nem bátorkodnék itt most bármiféle határidőt bármilyen vitára adni, mert szerintem vannak olyan viták, amelyeket az unió és jogelődjei megszületése
óta tartó viták, mennyire kell bővíteni, mélyíteni, kell-e föderalista, vagy nem kell föderalista, a nemzeti szuverenitásnak mekkora a fontossága, kinek kell fújni a passzát szelet, vagy mely intézménynek kell erősebbnek lennie, kell-e még hatásköröket átadni, vagy ez már elegendő, és a tagállamoknak kellene a dominánsabbnak lennie ebbe a folyamatban. Szerintem ezek a viták 10 éve is élénkek voltak, 20 éve is élénkek, és attól tartok, hogy 10 év múlva és 20 év múlva is élénkek lesznek, mert ez a sajátja egy ilyen rendszernek, ami rendkívül sajátos, mert nem is lehet rá mondani azt, hogy nemzetközi szervezet, azt se lehet mondani, hogy szövetsége, valahol a kettő között, ez a mi uniónk. Csak ne feledjük el, hogy ez a mi sajátunk, és miért jött létre, ezt mindig vissza szoktam utalni, és milyen fontos az, hogy ezekben a kör... Ne fárasszon el minket ez a vita, amiben esetleg néhány kérdésben nem értünk egyet, és ne felejtsük el a többi 96%-ot, amiben viszont nagyon fontos a közös fellépés, és sikerül is konszenzus és kompromisszumot teremteni. Jól láthatóan mindig lesznek olyan vitatott kérdések, amiben élénk, intenzív, konfliktusos viták lesznek, csak közben működtetjük az összes többit, és találunk megoldást az összes többi kérdésre. Kedves hallgatóim, még hogy egy kérdés, egy hallgatói kérdést szeretnék még, addig nem megyünk haza. Esetleg önök közül valaki bemerült fel? Hogy a rasszizmus elleni harcban így a tagországok mennyire állnak hozzá? Az EU-n belül. Egy pillanatra vissza is utalok. Ahogy említettem, ugye az Európai Unió az nem csak egy érdekközösség, hanem egy értékközösség is. Az alapszerződés több olyan értéket, jogállamisági értéket, demokratikus értéket fogalmaz meg, amelyeket mi közösen vallunk minden tagország és az uniós intézmények együtt. És hogy utaljak még a koppenhágai kritériumokra is, amelyeket egyébként a belépéskor feltételként minden tagállamnak teljesítenie kell. Ezzel együtt nem vehetjük automatikusnak ezeknek az érvényesítését, vagy az érvényesülését úgy tűnik, mert sajnos jelennek meg az Európai Unió területén olyan jelenség, amit az látszik, hogy a rasszizmus attól nem tűnik el, hogy valaki belép az Európai Unióba a területén. Vannak olyan folyamatok, jelenségek, akár az illető tagország legjobb szándékától függetlenül is. Ezért gondolja azt az Európai Unió, hogy ezekre az értékekre építve, konzultálva a tagországokkal, és majd azoknak a jóváhagyásával, megfelelő tanácsi és parlamenti formációkon keresztül elő kell terjeszteni egy rasszizmus elleni cselekvési tervet, amiben konkrét szakpolitikai célkitűzéseket fogunk tenni, és támogatást próbálunk adni mind a tagországok, mind a civil szféra számára, hogy az ilyen jelenségek a 21. században már ne legyenek jelen Európában, mert nincs itt a helyük. Úgyhogy nem sokára a következő egy éven belül olvashatja majd ezzel kapcsolatos javaslatokat, és erről is ki fog alakulni egy egyébként demokratikus vita, hogy ez meddig mehet el, és milyen módon szólhat bele ebbe az Európai Uniós intézményrendszer. Mindezeket és az óra előrehaladását is figyelembe véve, nagyon megköszönöm megtisztelő figyelmüket, részvételüket. Nagy öröm volt eljönni ide az egyetemre, és ígérhetem rektorasszonynak és önöknek is, hogy lesz még rá mód, hogy találkozzunk. Remélem, hogy békésebb időszakokban kevésbé maszkosan is, kevésbé esősen is tudunk majd találkozni ebben a gyönyörű városban, ezen a kiváló egyetemen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, szép napot, sok sikert kívánok önöknek!